Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves meghívottak, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és őszinte örömmel köszöntöm Önöket Pacsaváros polgármestereként, önkormányzatunk hagyományos újévi fogadásán. Külön tisztelettel köszöntöm Magyarország kormányának képviseletében dr. Schiffer Rózsa kormánymegbízott asszonyt, az Alamegyei Kormányhivatal vezetőjét. Bácsony Imrét, az Alamegyei Közgyűlés alelnökét. Dr. Gerdják Ferencet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkárát. Dr. Sipos Gyula, vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, az Alamegyei Rendőrfőkapitány. Az Alamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét, Egri Gyula tűzoltóedzőt. Dr. Kocka Csabát, az Alegerszegi Járási Hivatal vezetőjét. Az Alegerszegi Tankerületi Központ igazgatóját, Kajári Attilát. Halász Sándor, alezredest, Alkotmányvédelmi Hivatal, Zala-megyei kirendeltség vezetőjét. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi és Keszthelyi kirendeltség vezetőit, Karóczka János és Lacikó Károly tűzoltóezredeseket. A Magyar Honvédség képviseletében Kovács László őrnagy urat. Zalaiskazi RT elnök vezérigazgatóját, Vali József urat. A Zala-megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Bóvi Zoltán elnök helyettes urat. Letenyeváros képviseletében Farkas Szilárd polgármester urat és dr. Tokorcsik Katalin aljegyzőasszonyt. Zala-Karosváros polgármesterét Novák Ferenc urat. Zala-Lövőváros képviseletében Pintér Antal polgármester urat és Viktor Valéria jegyzőasszonyt. Köszöntöm a környező települések megjelent polgármestereit. Köszöntöm megjelent díszpolgárainkat, Mészáros Ferenc és Olágy György urakat. Köszöntöm plébános urat, aljegyzőasszonyt, jegyzőasszonyt, alpolgármesterasszonyt, képviselőtársaimat, bizottságok tagjait, helyi vállalkozókat, intézményvezetőket, egyesületi vezetőket és a sajtóképviselőit. Kedves egybegyűltek, köszönöm szépen, nagyon köszönjük, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat. És hogy miről is szól egy ilyen fogadás? Úgy gondolom, hogy a köszönetről, a számvetésről és a tervezésről. Köszönetről. Köszönetet mondok Önöknek az Önök által végzett elmúlt évi munkáért, az Önök által vezetett szervezetek munkatársainak 2017-es évben végzett munkáért, amit Pacsaváros minden polgára nevében kifejtek most. Köszönöm Manninger Jenő miniszteri biztos országgyűlési képviselő úrnak, köszönöm az Alamegyei Közgyűlés vezetésének, a kormányhivatal vezetőinek, hogy Pacsaváros terveit, elképzeléseit, pályázatainkat támogatták. Köszönöm a hivatásos szervek, a megyei, járási és helyi hivatalok, intézmények vezetőinek, munkatársainak, az egész éves lelkiismeretes munkát. Köszönöm a helyi vállalkozóknak, cégvezetőknek, hogy megélhetést, munkát biztosítanak sok helyi munkavállalónak, adóbefizetéseikkel hozzájárulnak településünk Pacsa fejlődéséhez. Köszönöm az egyesületi vezetőknek, az egyház képviselőinek, plébános úrnak a közös ünnepeket, hogy közösen szerveztünk az év során rendezvényeket, amivel biztosítottuk a helyi lakosság, a polgárok szórakozását, kikapcsolódását. Köszönöm a kis települések, nagyvárosok polgármestereinek a sok hasznos értekezést, konzultációt. És köszönöm a képviselőtársai egész éves lelkiismeretes munkáját, az együtt gondolkodást. Nagyon fontos, hogy döntéseink több mint 90%-át
egyhangúan hoztuk meg. Még akkor is, ha az értekezletek, az értekezések kezdetén homlokegyenes más álláspontot képviseltünk. Hisz mi tudjuk és azt valljuk, amit talán egy Shakespeare idézettel szeretnék érzékeltetni most. Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre juthatunk, mint külön haladva bárki is eljutna. Hölgyeim és uraim, számvetéshez érkeztem. Nézzük, mit tettünk az elmúlt esztendőben. Képviselőtársaimnak, hivatalvezetésének, külső bizottsági szakértőknek készítettem karácsony előtt december végén egy összeállítást, ami képes és videókkal tűzdelt, hogy hosszú egy év, hogy mindenki tudjon visszaemlékezni, hogy milyen volt az évünk, de ez másfél órára sikeredett. Ezt most nem hoztam el ide az én bánatomra, és szerintem az önök szerencsére, úgyhogy csak érintőlegesen, hogy miről is szólt nálunk a 2017, a legfontosabbakat. Ha össze kellene foglalnom, én annyit mondanák, hogy Pacsa épült, szépült és tovább fejlődött. Fejlődtünk, mert nálunk megvoltak a fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges feltételek. A reális célok, az erős közösség és a becsületes kitartó munka. Utakat, járdákat újítottunk föl. A városnapi ünnepségünkön egy 300 ülőhelyes konferenciatermet tudtunk átadni településünk lakosságának. Tovább növeltük az év során lakásállományunkat, bérlakásállományunkat, amelyek 100%-ban kihasználtak, így már több mint 20 bérlakással rendelkezünk. Egy korábbi irodaházat sikerült átalakítani. Pályázati sikereink is voltak, csak a jelentősebbeket említeném, amelyeknek megvalósítása esetleg átfogódik erre az évre, és még talán a következőre is. Például település operatív programban ipari park fejlesztése több mint 53 millió forintot nyertünk. Aztán egy KEAU programban Pacsa vízműről ellátott települések ivővízminőség javítása és vízellátásának biztosítása érdekében Zalaegrice, Zalaszentmárton és Szentpétert is érintő projektben 350 millió forintos támogatást nyertünk, aminek a tervezése már folyamatban van, a tervezők dolgoznak, és én azt gondolom, hogy ezzel a projekttel hosszú évtizedekre fogjuk tudni biztosítani az egészséges ivóvizet, ahogy említettem, Pacsa és térsége számára. Felújításokat végeztünk több helyen a településünk központjában, ami elsősorban a Szent István teret érinti, utcabútorokat helyeztünk ki, növényzetet ültettünk és csinosítottunk. Nagy értékű településüzemeltetési gépeket tudtunk beszerezni pályázati támogatások segítségével. És ahogy említettem már a bevezetőmben is, folyamatosan rendezvényeket szerveztünk együtt a civil egyesületekkel. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire nagy köszönet illeti az egyesületi vezetőket, akik ebben oroszlán részt magukra vállalnak a szervezésben. És hát testvértelepülési kapcsolatainkat is folyamatosan ápoltuk a szlovákiai kisudvarnokkal, ami Dunaszerdai mellett 2 kilométerre van, és 95%-ban magyar lakta település. Többször tudtunk kiutazni hozzájuk, vagy csoportainkat kiküldeni. Voltak kint a Nőszirom Egyesület, a Városvédő Egyesület és a Sport Egyesület is az ősszel ki tudott látogatni, és az ő küldöttségüket is tudtuk fogadni. De az elmúlt évhez tartozik még, és ezek nagyon örömteli dolgok, hogy a helyi cégek vezetői, hisz folyamatos volt a kapcsolat a városvezetés és a cégek vezetői közt, folyamatosan pozitív jelzéseket küldtek, hogy a cégek folyamatosan fejlődnek, és ennek meg is lett az eredménye. Pacsa történetében 2017 volt az a legmagasabb iparüzési adó befizetés, 2017-ben történt meg. Még nincs meg az árszámadás, de ezt már pontosan tudjuk, hogy a legnagyobb befizetés most történt. Én gratulálok a gazdasági élet szereplőinek, vállalkozóknak, üzemvezetőknek, és köszönöm szépen az elmúlt évet. Önkormányzatunk lehetőségeivel természetesen igyekszik támogatni a helyi gazdaságot. Mik lehetnek ezek? Beszerzéseinket, beruházásainkat, építkezéseinket igyekszünk a helyi vállalkozók közt meghirdetni, helyi vállalkozókkal karöltve,
végrehajtani, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt évekre visszatekintve sikeresen működik. Azon, hogy ez sem egy elhanyagolható tétel, hisz ez legalább 100 millió forintról szól, amit a helyi gazdaságban tudunk önkormányzati szinten fektetni ilyen irányba. Aztán például a legnagyobb munkáltatónk számára biztosítunk egy nagy épületet, amit munkásszállóként tudnak üzemeltetni, és ezzel is az ő munkájukat segíteni. Aztán nagyon fontos, ha visszatekintünk az évre, hogy a regisztrált munkakeresők aránya, a regisztrált munkanélküliek száma tovább csökkent. És azt gondolom, hogy most már kijelenthetjük itt a vállalkozók előtt, önkormányzati intézményvezetők előtt, hogy a másik dologgal küzdünk, hogy megfelelően képzett munkavállalókkal tudjuk betölteni az üres álláshelyeket. De ez örömteli, inkább ezzel küzdjünk, én azt gondolom. Aztán még fontos adatokat szeretnék, mégpedig ha a 2013-as évet veszem, és a 2013-as élve születéseket pocsám, és azt veszem 100%-nak, akkor ehhez képest a 2017-es évben 250%-ra emelkedett az élve születések száma pocsán. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon pozitív dolog. Ide kapcsolódik egy kicsit, hogy 2017-ben pacsán kötött házasságok száma több, mint a 14, 15-ben és 16-ban a 3 évben összeadott házasságok száma. Azt gondolom, hogy ez is egy pozitív, jövőbe mutató adat, statisztika. Nem szeretem a statisztikákat, de azért mindenképpen fontos számok ezek. De természetesen egy ilyen kisváros vezetése tisztában van azzal, hogy településünk pozitív mérlege nem elvonatkoztatható az országos, a megyei vagy a járási fejlődéstől sem. Mindenképpen fontos kihangsúlyozni, hogy az önkormányzatunk igyekszik a lehetőséget kihasználni, amit a kormány indít programokat és csatlakozni. Tehát itt említhetem akár a Start programot, a bölcsődei ellátás elindítását, önkormányzatunk önerőből pályázat nélkül elindította a bölcsődei ellátást a kormánnyal együtt gondolkodva, a szülők minél előbb visszatérését elősegítve a munkaerőpiacra. Aztán támogatjuk a munkavállalók mobilizációját, mint hogy említettem, hogy az ország keleti részéről kell munkavállalókkal segítenünk a helyi cégek munkáját. Aztán csatlakoztunk a szociális célú tűzifa programhoz, de akár említhetem azt az országos programot, ami alapján a fogorvosi letelepedést elősegítő praxis pályázaton indult a fogorvosunk, természetesen önkormányzati támogatással, és ezt megnyerte is. Örömmel jelenthetjük, hogy pacsai lakos lett ő is, és hosszú távon itt fog reményeink szerint letelepedni és dolgozni. Ez a pályázat a körzethez köti azonnal 6 évre, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindkét fél számára egy remek dolog volt ez a pályázat. És talán azt is fontos hangsúlyoznom, hogy a kicsi dolgoknak is tudunk örülni. Kicsi dolgoknak, hogy egy szép fenyőfoda nőtt a szoborpark közepébe, amit karácsonykor szépen föl tudtunk díszíteni, és nem kellett az erdőről vagy máshonnét kivágva ide szállítanunk egy fát. Vagy nagyon tudunk örülni a helyi énekes gyermekeinknek, iskolásoknak a vidéki fellépésekről, aranyérmekkel térnek vissza, aranyminősítéssel, de az is fontos, hogy mi nem vagyunk irigyek. Nem vagyunk irigyek, örülünk a megye jogú városok, a nagyvárosok sikereinek, hisz Zalaegerszeg sikere, az R76-os gyorsforgalmút, ami tervek szerint 2 kilométer belül megy el településünk mellett, azt gondolom, hogy az egész megye sikere is kell, hogy legyen. De örülünk Letenye határon átnyúló sikereinek, vagy Zalakaros fejlődésének, hisz 20 kilométer Zalakaros hozzánk. Ha az a térség fejlődik, az ránk is kihatással lesz mindenképpen. De nagyon-nagyon örülünk a környező falfak sikeres pályázatainak, Zalaigricének, Zalaszentmártonnak, vagy Egeraracsának is. Folyamatosan aktív polgármesterek irányítják ezeket a településeket, és nagyon sok jó dolgot honosítottak meg az elmúlt években, hisz mi együtt gondolkodunk velük a jövőben is. De hát folyamatosan látjuk és nagyon örülünk a hivatásos állomány, hivatásos szervek sikereinek, örülünk a rendőrautók cseréjének és a megyei rendőrségi objektumok folyamatos felújításának. Örülünk az új mentőállomásoknak, a katasztrófavédők új eszközeinek. Úgyhogy mi nem mások kárára szeretnénk fejlődni, hanem a térséggel, a megyével és a járással együtt.
Azért dolgozunk és dolgoztunk az elmúlt évben is, amit még 2014 őszén ígértünk, idézőjelbe Pacsát újra visszahelyezni a térképre, a megye térképére. És az is fontos, hogy önök itt vannak ma, és elfogadták meghívásunkat. Az ennyi vezető beosztású, magasrangú tisztviselő, hogy eljött ma hozzánk, egy kicsit megerősítenek bennünket abban, hogy talán jó úton járunk, és talán plusz erőt adnak mi nekünk, helyieknek, vállalkozóknak, cégvezetőknek, önkormányzati tisztségviselőknek, hogy folytassuk ezt az utat, amin elindultunk. 2017-es évről ennyit szerettem volna, és nagyon örülök, hogy kormány megbízott asszony körünkbe látogatott, és szeretném felkérni, hogy esetleg gondolatait ossza meg velünk. Tisztelt alelnök úr, főtitkár úr, polgármester úr, kedves vendégek, kedves pacsai lakosok, kedves pacsai vállalkozók, és minden meghívott vendég. Örömmel fogadtam el polgármester úr kedves meghívását, szóban is, írásban is invitált a pacsai újév köszöntő ünnepségre. Ahogy ideértem a településükre, a fiatal városút központjába, nekem is feltűnt, hogy még mindig feldíszítve válja az ide látogatókat ez a szép karácsonyfa. Valószínű, hogy szebb, mint a római, hiszen ennek az okát is tudjuk már, élő fát díszítettek fel, tehát hosszú évekig biztosítva van, hogy egyre szebb és szebb karácsonyfával tudják ünnepelni karácsonyt és az új évet. Igen, amint mondtam, nagy megtiszteltetés volt számomra ez a kedves invitálás, és azért is jöhettem én is örömmel az ünnepi szavak túl, mert nem üres kézzel jöttem, hiszen polgármester úrral megállapodtunk, hogy nyilvánosan én fogom bejelenteni a kormány évvégi döntését, amely Pacsa város esetében egy 25,3 millió forintos újabb fejlesztési lehetőséget adott a városnak. Az egészségügyi központ fejlesztéséhez nyújt a magyar állam, a magyar kormány ilyen volumenű támogatást. Tudom polgármester úrtól, hogy ez a fejlesztés egy belső átalakításra tesz ad lehetőséget. A fogorvosi központ, a védőnői központ, és hát fejlesztésére Pacsa város és Pacsa és környéke lakosságának minél magasabb színvonalú egészségügyi ellátásához járul hozzá. Igen, úgy gondolom, Pacsán is optimizmussal tekinthetünk 2018-ra, hiszen a Modern Városok program, amely a megye nagyvárosainak fejlesztését segíti, illetve alapozza meg, illetve a megye egészét érintő fejlesztések, én is megemlítem a gyorsforgalmi autóút, az autópályára való felvezető útnak, az R76-osnak a nagyon közeli indulását, ami szintén segíti a vállalkozások, az itt élők életének megkönnyítését, illetve hát a vállalkozások, a gazdaság fejlesztését, hiszen lerövidülnek a távolságok, vonzóbbá válik a térség, a megye, a nagyobb vállalkozások számára is. Nem hangzott el, de én megemlíteném még a szupergyors internetfejlesztést, amely országos és Zala különösen érintett a tesztpálya vonatkozásában is. A szélessávú internet megvalósítása, ami természetesen egy országos program, Zalára külön koncentrál, és ez nagy lehetőség lesz szintén a megye fejlődése érdekében. Ha egy kicsit a kormányhivatali tevékenységet is összefüggésbe hozom a város fejlődésével, akkor megemlíthetem, hogy egy kirendeltségünk, egy kormányablak kirendeltségünk működik az önök városában, és nagyon sikeres ez az itt működő kormányablak kirendeltség, hiszen az elmúlt évben, 2017-ben közel 9000 ügyfél fordult meg, ők részben ugye pacsai lakosok, részben pedig a környék kis településeiről keresik fel a kormányhivatal ezen szolgáltatását. Én is megnéztem, hogy az álláskeresők száma évek alatt
minimálisra csökkent, és kívánom önöknek, hogy a gazdaság szeretői találják meg azért a megfelelő szakképzett munkaerőt. Ezért vannak az oktatási intézmények, és ezért van a kormánynak az az oktatást fejlesztő elképzelése, és emellé teszi azokat a fejlesztési forrásokat, amelyek biztosítani fogják a szükséges, jól képzett szakembereket. Hát ez persze nem megy egyik napról a másikra, évek kellenek, hogy tudatosan építsük az oktatást, a szakképzést is ennek érdekében. Én ezeket a számokat szerettem volna önök előtt elmondani. Tudom, hogy a mentőállomás, a rendőrség, a katasztrófavédelem fejlődése mind hozzájárul a város további fejlesztéséhez és a jövő megalapozásához. Én kívánok önöknek 2018 évben is sok sikert, sikert a vállalkozásban, az önkormányzati munkában, és boldog és egészséges 2018-as évet mindannyiunknak. Köszönöm. Koronel bizottasszony, polgármester úr, főtitkár úr, jegyzőasszony, tábornok úr, igazgató urak, tisztelt meghívott vendégek, kedves pacsaiak, Zala megye közgyűlése nevében nagy tisztelettel köszöntöm valamennyiüket. Vali József Attilának egy mondása, miszerint egyik versében írja ezt a szép gondolatot: hiába fülöztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. A kívülről jövő megerősítés úgy gondolom, hogy nem csak az egyes ember számára, hanem egy közösség számára is fontos. Én hadd vegyem most egy perc erejéig ezt a külső szerepet föl, hiszen akik itt vannak és ennek a városnak a boldogulásához hozzájárultak, azok belülről látják ennek a városnak az alakulását, én kívülről tudom szemlélni, pozíciómnál, munkakörömnél fogva. Több rendezvényén vettem részt Pacsa városának, akár egy harangláb felújítására gondolok, akár az idősek köszöntésére, vagy akár az interneten föllelhető, a helyi médiában, a megyei napilapban megjelenő eseményekre célzok. Mindegyikben az látszik, hogy itt olyan emberek élnek, akik a munkaidejükön kívül civil szervezetek tagjaiként, a falu aktív polgáraiként tenni akarnak ezért a településért, és jó hangulattal és őszinte örömmel alkotnak értéket. Ezért külön köszönet, és természetesen imponálóak a statisztikai adatok, de én úgy gondolom, hogy erről is ejtsünk szót, hiszen egy város életében pont ezek azok a cselekedetek, ezek azok a programok, amire kialakítják a polgári milliót, azt az atmoszférát, azt a különleges helyzetet, ami egy városnak a legfontosabb sajátja. Én ezért gratulálok elsősorban Pacsa városának és az itt élőknek. Természetesen nem csak pozitív dolgokról lehet ilyenkor szólni. Egy kicsit ugye mögöttünk van szilveszter, ami a petárdák és a pezsgősdugók pattanásaitól volt hangos. Ez most egy másfajta számvetés, és így talán a komolysága megengedi, hogy egy kicsit, bár nem ünneprontó módon, de én is előre tekintsek. Nem könnyű világban élünk. Akárha csak az újkori névvándorlásra gondolunk, vagy a globalizálódó gazdaságra, ami nagyon nagy kihívások elé állítja hazánkat, kisvárosainkat, falvainkat, vagy akár állami szerveinket, mindenképpen látjuk, hogy összefogásra van szükség. És erre az összefogásra annak szellemében gondolunk, hogyha egy város jól működik, ha polgárait jó értékek mentén inspirálja, ösztönzi, és kialakul bennük mindaz a gondolkodásnak minden részletével, hogy felelősek legyenek családjukért, szűkebb pátriájájukért, vagy akár hazájukért, akkor úgy gondolom, hogy helyesen tudnak dönteni a fontos sorskérdésekben és a fontos politikai kérdésekben is. Köztársasági elnök úr kiírta az országgyűlési választásokat. Én bízom abban, hogy az itt föllelt, az itt hallott értékek alapján bölcs választói polgári döntések fognak születni. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy valamennyiüknek én is jó egészséget, összefogást, együttműködést kívánjak. Különösen imponál számomra, és
tényleg jó esőérzéssel tört el, hogy az állami szervek ilyen számban és vezetőik ilyen aktivitással tisztelték meg ezt a rendezvényt, demonstrálva azt, hogy nekik is, nekünk, a helyi politika vezetőinek is fontosak az alai települések és fontosak a kisvárosok. Különösen azért fontosak, mert sajátos megyében élünk, ahol a kis falvak tengerében talán nem túlzó és szentimentális ez a kép, a városoknak különleges felelőssége van, a magtelepüléseknek különös felelőssége van. Én ehhez a nem könnyű munkához kívánok természetesen a pacsaliaknak sikereket és nagyon jó munkát a jövőben. És kérem, engedjék meg, hogy egy kicsit szentimentálisan egy idézettel kívánjak önöknek szerencsés és boldog 2018-at. Ez az idézet persze lehet, hogy olyan lesz, hogy az itt élő hivatalnokok és szakemberek tudják, hogy a benne lévők még kevesek ahhoz, hogy minden rendbe menjen, viszont egy kis lelkitöltődést találhat nekünk. Egy pillanatnyi igazság megszépítheti és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! A harmadik részre térnék, a tervezésre, 2018-as évre előre tekintve. Amit fontosnak érzünk, tovább haladni azon a bizonyos úton, stabil, biztos, néha rövidebb, néha hosszabb léptekkel, ami oda vezet, hogy Pacsa egy élhető, vidám, hagyományaira, történelmére, keresztény gyökereire büszke vidéki kisvárossá váljon. Ide szeretnénk eljutni. Különböző állomások vannak, amik hol könnyebb és hol nehezebben bevehetőek, de igyekszünk összefogva ezeket megtenni. Egy régóta, évek óta előkészítés alatt álló pozitív dologgal kezdjük az évet. Pacsa és térsége közéleti havilapot fogunk indítani több mint 10 település összefogásával 2018. januárjától. Ekrel Elemér főszerkesztő úr koordinálásával, egészen Zalai Grice, Szent Péter úr, Dióskál, Egeralcsa, Alsórajk, Felsőrajk településeken, most nem sorolom tovább, mert hát ha kihagyok valakit, de azt hiszem, hogy 12 településről van, ami színes, több mint 10 oldalon megjelenő havilap és a helyi közélet, a helyi önkormányzatok, települések, falvak és kisváros életét mutatja, de emellett lehetősége lesz a helyi vállalkozóknak felhívni magukra a figyelmet, és közzétenni az aktuális dolgokat. Tisztelt megjelentek, sok szakmát képviselünk itt, képviselnek önök is. Én azt gondolom, hogy soha nem voltak annyira aktuálisak azok a gyakran idézett szavak, mint ma, amit most szeretnék felolvasni, mégpedig itt nagyon gyorsan kell futnod ahhoz is, hogy egy helyben maradj. Én azt gondolom, hogy nagyon fölgyorsult az élet. Csak azért, hogy megmaradjunk, azért is rengeteget kell dolgoznunk. Hát meg azért, hogy fejlődni is tudjunk. A települések közti versenyben, ami akár egy fúgós futam is lehet, ez idézőjeles természetesen, amelyben természetesen Pacsa is részt vesz, ez akár tetszik, akár nem, beneveztük településünket erre a futamba, kemény küzdelem zajlik. Küzdelem a lakosság megtartásáért, az óvodások és az iskolások megtartásáért, fejlesztési forrásokért. Ha mi településvezetők ezt a versenyt nem vesszük részre, akkor legfeljebb még a futottak még kategóriába tartozhatunk. Ha el sem indulnak, akkor pedig eleve kudarcra vannak ítélve. Sajnos ebben a versenyben csak a győztesek kapnak díjat, ami egy élhető, akár nyugat-európai színvonalú település képében köszönhet vissza. Kedves vendégek, ahogy felvázoltam, az előttünk álló esztendő sem ígér számunkra könnyű és kényelmes utazást. Azonban biztos vagyok abban, ha egy irányba haladunk,
ha megértőek és nyitottak vagyunk egymás felé, közös erővel megoldjuk a nehezebb feladatokat is. Ezértben is számítok Önökre, az Önök segítségére, közreműködésére, Pacsa fejlődése érdekében. Természetesen én is, mi is felajánljuk segítségünket Önöknek, az Önök által képviselt szervezeteknek. Széchenyi István idézetével: egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Ennek szellemében kívánok mindenkinek eredményekben, egészségben boldog új évet, kívánom, hogy váltsák valóra álmaikat. Köszönöm szépen. Boldog új évet, boldog 2018-as évet.